Bhágavatam, 4. ének, 7. fejezetéből, 15. verset olvassuk. A fejezet címe Daksa áldozata. Jó szó majá vidit. Jó szó majá vidit a tatva drisá szabályám. Jó szó majá vidit a tatva drisá szabályám. Sipto durukti visaker viganaya tanmam. 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 Arvák patantam arhattam aninda jápád. Arvák patantam arhattam a ninda jápád. Arvák patantam arhattam a ninda jápád. Drishtyárja jásza bhagaván svakriténa tusyéd. Drishtyárja jásza bhagaván svakriténa tusyéd. Drishtyárja jásza bhagaván svakriténa tusyéd. Jó szó majá vidit a tatva drisá szabályám. Jó szó majá vidit a tatva drisá szabályám. Ksipto durukti viseker viganaya tanmám. Ksipto durukti viseker viganaya tanmám. Arvák patantam arhattam a ninda jápád. Arvák patantam arhattam a ninda jápád. Drishtadriya yasa bhagavān svakritena tushyed. Drishtadriya yasa bhagavān svakritena tushyed. A book. Jó. Jó szó majá vidit a tatva drisá szabályám. Jó szó majá vidit a tatva drisá szabályám. Sipto durukti visakér viganaya tanmám. Sipto durukti visikari viganaya tanmám. Arvák patantam arhattam a ninda jápád. Arvák patantam arhattam a ninda jápád. Drishtyádra jász a bhagaván svakriténa tusyét. Drishtyádra jász a bhagaván svakriténa tusyét. Jó szó majá vidit vidita tatva drisá szabályán. Jó szó majá vidita tatva drisá szabályán. Sipto durukti visikar viganaya tanmám. Sipto durukti visikar viganaya tanmám. Arvák patantam arhattam a ninda jápád. Drishyadra yasa bhagavān svakritena tushyet. Yo so maya vidita tatva drisha sabhayam. Shipto durukti visakar viganaya tanmam. Arvák patantam arhattam a ninda jápád. Drishtyádra jásza bhagaván svakriténa tusyét. Mondom a többi. Jó szó majá vidit a tatva drisá szabályám. Sipto durukti visaker viganaya tanmám.
Arvák patantam arhattam a nindaya pád. Drishtádja jásza bhagaván svakriténa tusséd. Köszönöm szépen, szavankénti fordítás. Jaha, aki, aszó, az, majá, általam, avidita tatva, a tények ismerete nélkül, drisá, tapasztalatból, szabályám, a gyülekezetben, ksipta, becsmérelték, Durukti, durva szavak, visikhai, nyilaival, vigannaja, ügyet sem vetve, tat, az, mám, engem, arvák, lefelé, patantam, a pokolba csúszva, arhattama, a legnagyobb tiszteletet érdemlő. Nindaya, becsmérülése által. Apát, megmenekült. Drishtya, látva. Ádraja, könyörületességből. Saha, az. Bhagaván, uraságod, svakriténa, saját kegyedből, tusjét, légy elégedett. Köszönöm szépen, Srila Prabhupád fordítása. Mit sem tudtam dicsőségedről, ezért éles szavak nyílait lőttem rád egy nyilvános találkozón, noha te ügyet sem vetettél rájuk. Nem engedelmeskedtem neked, aki a legnagyobb tiszteletet érdemled, és ezzel a pokol felé vezető útra léptem. Te azonban megszántál, s megmentettél azzal, hogy megbüntettél. Arra kérlek, hogy légy elégedett saját kegyedből, mert én szavaimmal nem tudok a kedvedben járni. Ismételjük együtt. Mit sem tudtam dicsőségedről, ezért éles szavak nyilait lőttem rád, Egy nyilvános találkozón, noha te ügyet sem vetettél rájuk. Nem engedelmeskedtem neked, aki a legnagyobb tiszteletet érdemled, és ezzel a pokol felé vezető útra léptem. Te azonban megszántál, és megmentettél azzal, hogy megbüntettél. Arra kérek, légy elégedett saját kegyedből, mert én szavaimmal nem tudok a kedvedben járni. Köszönöm szépen, Srila Prabhupád magyarázata. Mint mindent, a bhakta az élet nehéz helyzeteit is az Úr kegyének tekinti. Valójában daksa sértő szavai az Úr Shiva ellen elegendőek voltak ahhoz, hogy örökre a pokoli létbe taszítsák daksát. Az Úr Shiva azonban kegyes volt hozzá, s megbüntette, hogy eltörölje bűnét. Daksa király felismerte az Úr Shiva kegyét, s mivel nagy lelkű viselkedése miatt a lekötelezettjének érezte magát, ki akarta mutatni háláját. Az apa néha megbünteti a gyermekét, és amikor a gyermek felnő, s józanul kezd gondolkozni, megérti, hogy apja büntetése valójában nem büntetés, hanem kegy volt. Éppen így Daksa is megértette, hogy az Úr Shiva büntetése kegyének megnyilvánulása volt. Ez jellemző arra az emberre, aki fejlődik a Krisna tudat útján. Azt mondják, hogy egy Krisna tudatos bhakta sohasem tekinti az Istenség legfelsőbb személyiségét büntetésének, ha élete során gyötrelmekkel kell szembenéznie. Szenvedéssel teli helyzetét az Úr kegyének fogadja el, és azt gondolja, múltban elkövetett vétkei miatt bizonyára büntetést ér... múltban elkövetett vétkei miatt bizonyára büntetést érdemeltem volna, vagy még nagyobb veszélybe kerültem volna,
Az Úr azonban megvédett, és így a karma törvényének működései elől csupán enyhe büntetés várt rám. Így gondol a bakta az Úr kegyére. Egyre komolyabban meghódol az Istenség legfelsőbb személyisége előtt, és az eféle büntetés nem zavarja meg. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna, Bhutalesha Matesha Ramaswamiti Namne. Jó szó maja vidita tattvadisá szabályám, ksiptó durukti visake viganaya tanmám, arvák patantam arhattam a ninda jápád, disztyárgya jászabaga vánszakritén a tusét. Mit sem tudtam dicsőségedről, ezért éles szavak nyilait lőttem rád egy nyilvános találkozom, noha te ügyet sem vetettél rájuk. Nem engedelmeskedtem neked, aki a legnagyobb tiszteletet érdemled, és ezzel a pokol felé vezető útra léptem. Te azonban megszántál, és megmentettél azzal, hogy megbüntettél. Arra kérlek, légy elégedett saját kegyedből, mert én szavaimmal nem tudok a kedvedben járni. Ugye itt a büntetésről van szó. Daksa megköszöni a büntetést. Ugye, hogyha megkérdezném mindenkitől, ki szeret megbüntetve lenni? Rengeteg a jelentkező. Ugye általában nem szeretünk megbüntetve lenni. Akkor kérdezem másképp, hogy mekkora büntetést szeretnénk? Kicsit, közepeset vagy nagyot? Hogyha választani lehet, ki melyiket választaná? Én kicsit kérek. Marcia kicsit válassza. Bálint a nagyot válassza. Ugye mindenki általában, hogyha már kell büntetés, akkor inkább a kicsi mellett szavaz, kivéve Bálint. Ugye itt Daksa is csinált hibát, és komoly hibát csinált. De akkor az Úr Sivától kapott büntetést, és most, amikor kiózanodott Siv, akkor az ő kegyének tekinti, hogy ez a büntetés megmentette egy még nagyobb büntetéstől. Ugye, mert hogyha valami nincs korrigálva időben, akkor az egyre nagyobbra nő. Tehát, hogy akkor egyre több és több lesz belőle. Ugyanúgy, mint egy nem tudom, egy hógolyót elindítanak a hegy tetején, és akkor a végén már lavina lesz belőle. Tehát, hogy minél előbb van megállítva, annál könnyebb megállítani, és annál kisebb lesz a probléma. Minél később van megállítva, akkor annál nagyobb lesz a probléma. És akkor Srila Prabhupád hozza a példát, hogy ugye amikor egy apa megbünteti a gyermekét, akkor nem azért bünteti meg, hogy kínozza, hanem azért, hogy kijavítsa, hogy ne csináljon nagyobb problémát a gyermeke. És az a büntetés az igazából kegy, mert megvédi a nagyobb problémától. És a szentírások gyakorlatilag erről szólnak, hogy próbálnak megvédeni bennünket. Van elsőrangú intelligencia. Elsőrangú intelligencia az azt jelenti, hogy amikor valaki hallja a Szentírásnak a szavait, a Bhagavad Gita-nak a szavait, a Srimad Bhagavatamnak a szavait, és elfogadja, és alkalmazza az életében, akkor az a legkönnyebb, mert akkor nem kell kijavítás, mert akkor hajlandó követni azt, amit kell követni. A második, amikor valakinek a hallás nem elég, kell ahhoz, hogy lássa azt, hogy valaki meg lesz büntetve. És amikor látja, hogy valaki meg lesz büntetve, akkor elgondolkodik, hogy jó, ezt a rossz dolgot akkor nem kéne csinálni, mert látom, hogy valaki kapott büntetést, kapott visszahatást érte. A harmadik rendű intelligencia az azt jelenti, hogy valaki hiába hallja, hiába látja, hogy valaki kapott büntetést, még mindig megcsinálja, és kell, hogy
ő kapjon büntetést, hogy ő tapasztalja azt, hogy valami nem jó, és akkor tud változtatni. És a tizedik rangú intelligencia pedig azt jelenti, hogy hiába hallja, hiába látja, hiába tapasztalja a saját bőrén, még mindig csinálja az ostobaságot. Ez jelenti azt, hogy valaki akkor nagyon komoly büntetésben fog részesülni később. És a nevelés gyakorlatilag erről szól, hogy tanítani a gyermekeket, a fiatalokat, vagy akár a felnőtteket is, hogy hogyan működik a világ. És gyakorlatilag így működik a világ, hogyha tetszik, hogyha nem, a tetteknek van visszahatás. Ugye amikor valaki azt gondolja, hogy én csinálhatok bármit, és nem lesz visszahatása, nem lesz következmény, akkor vagy Istennek gondolja magát, hogy ő fölött áll mindennek, vagy úgy viselkedik, mint egy gyerek. Ugye a gyerekek nem gondolnak bele, hogy akkor vannak következmények, ők csak csinálják, amit éppen tetszik nekik, és nem gondolnak, hogy ennek lesz következménye. Ugye, de felnőttek tudják, hogy a tetteknek van következménye. És nem elég felnőni anyagi szempontból, hogy oké, hogyha nyitva hagyom a vízcsapot, akkor nagy lesz a vízszámla, vagy hogyha nem tudom, nem veszek fel elég ruhát, akkor könnyen megfázok, és akkor megbetegszek, hanem lelkileg is felnőtté kell válni gyakorlatilag, hogy átgondolni, mielőtt valaki csinál valamit, hogy annak a tettnek milyen következményei lesznek rövid távon, középtávon és hosszú távon, és hogy akarom én azokat a következményeket. Egyetlen egy tettnek nincs visszahatása, amit valaki a legfelsőbb személy öröméért csinál. Hogyha valaki odaadó szolgálatot végez, azzal a szándékkal csinál valamit, hogy örömet okozzon a legfelsőbb személynek, vagy az ő szolgáinak, akkor annak a tettnek nincs anyagi visszahatása, hanem az lelki eredményt fog eredményezni, annak transzcendentális pozitív következménye van. És Daksa gyakorlatilag kiózanodott most. Eddig azt gondolta, ugye amíg nem találkozott ezzel a következménnyel, hogy ő csinálhat, amit akar, ő fölött áll az Úr Sívának, és hogyha megsérti az Úr Sívát, megsérti a lányát, akkor azt megteheti. És akkor most rájött, hogy nem teheti meg büntetlenül. Tehát, hogy mindenkinek van szabad akarata, és mindenki csinálhat azt, amit akar, de ami a valóság, hogy nem csinálhatunk azt, amit akarunk, következmények nélkül. Csinálhatunk azt, amit akarunk, következményekkel együtt. És amikor valaki felnőtt lelkileg, és akkor érdeklődik, hogy ennek és ennek a tettnek mi lesz a következménye. Akarom-e én azt a következményt? És hogyha nem akarom, akkor van egy nagyon egyszerű megoldás, hogy akkor azt nem kell csinálni. Hogyha akarom azt a következményt, akkor pedig olyan tettet fogok elkövetni, aminek a következményét akarom. És ez nagyon fontos dolog. És a másik része a történetnek, hogy mi van akkor, hogyha már elkövettem azt a tettet, most már azt nem tudom megmásítani, mert már az elmúlt, és tapasztalom a következményt, tapasztalom a visszahatást, tapasztalom a nehézségeket, a szenvedéseket, a problémákat. Hogyan kell akkor viselkedni? Amikor már benne vagyok a következménybe. Ugye most már Daksa benne van a következménybe. Ott van rajta a kecske fej, ami elég komoly következmény. Ott van, elveszítette a lányát, elveszítette azt a tiszteletre méltó helyzetét, és akkor itt van ebben a helyzetben. Hogyan kell ebben a helyzetben viselkedni? Valakinek van ötlete? Alázatosnak lenni. Ugye most Daksa gyakorolja ezt az alázatot, hogy gyakorlatilag bocsánatot kér az Úr Sívától, kifejezi, hogy hát ez nem volt jó ötlet, hogy én ezt csináltam, sajnos nem gondoltam végig, a pokol felé vezető útra léptem, de kegyesen te megmentettél azzal, hogy megbüntettél, és nem süllyedtem még lejjebb. Ugye, mert hogyha valaki eljut a pokolba, arra most nem térek ki, az sokkal keményebb helyzet, ez a
kecskefej ahhoz képest, az még egy enyhítés volt, a pokolból keményebb dolgok vannak. Hogyha valaki kíváncsi rá, ötödik éneknek a végén utolsó fejezetébe le van írva, tehát hogy a horrorfilmek ahhoz képest gyerekeknek való esti mesék, ami ott le van írva, és az nem jó senkinek. De amikor valaki tudatában van annak, hogy a tetteimnek van következménye, akkor fogok gondolkozni ezen. És akkor, hogyha már benne vagyok egyfajta következménybe, egyfajta visszahatásba, kellemetlen visszahatásba, akkor el kell gondolkodni, oké, ez milyen korábbi tettemnek a következménye. És mit kell nekem most csinálni ahhoz, hogy ezt ne erősítsem, hanem enyhítsem. Tehát, hogy most benne vagyok egy nehéz helyzetbe. Ez a nehéz helyzet nem véletlenül alakult ki. Tehát, hogy nem egy véletlennek a következménye, hanem én ezért csináltam valamit korábban. Tudnád mondani a Govindari Prabhunak, hogy kicsit, lehet, hogy halkabban, mert nagyon behallatszik. Tehát, hogy akkor mit kell változtatnom nekem most, hogy azt a visszahatást enyhítsek, vagy ne erősítsem azt a visszahatást. És amikor valaki így gondolkodik, akkor ki tud ebből kerülni. Van egy nagyon szép vers a tizedik énekben, tizedik ének 14. fejezetének 8. verse. Tattenu kampam susamiksa manu bunjana evatmakritam vipakam ridvag vapubi vidanastana namaste jivita yo mukti sad padesadaya bag. Hogy ez arról szól, amikor egy bakta nehézséget, szenvedést tapasztal, azt a legfelsőbb személy kegyének tekinti. És úgy gondolkodik, hogy a múltbeli tettei miatt sokkal nagyobb visszahatást érdemelnék, de Krishna csak egy kicsit ad azért, hogy kijavítson engem, hogy jó útra térítsen engem, és ezért a gondolataival, a szavaival és a tetteivel meghódol a legfelsőbb személy előtt. És mondja a Bhagavatam vers, hogyha valaki így gondolkodik, akkor a felszabadulás az ő jogos követelésévé válik. Tehát, hogy akkor ő garantáltan fel fog szabadulni. Tehát, hogyha valaki alázatosan elfogadja azokat a visszahatásokat, amit a múlt tetteinek következményeképpen tapasztal, és úgy gondolkodik, hogy ez Krisnának a kegye azért, hogy kijavítson engem, és a gondolataival, szavaival és tetteivel lefoglalja magát az Úr szolgálatában, akkor azt írja a vers, hogy a felszabadulása jogos örökségévé válik. És akkor Sridhar Maharaj, Sridhar Swami Maharaj a magyarázatban mondja, hogy ugyanúgy, ahogy egy fiúnak csak életben kell maradnia ahhoz, hogy örökölje az apjának a vagyonát, és nem kell semmi más csinálnia gyakorlatilag. Ugyanúgy, hogyha valaki így gondolkodik, akkor automatikusan fel fog szabadulni, megörökli ezt a felszabadulást, mert ez felemeli a kötőréken túlra. Ugye miért tapasztalunk szenvedést? Mert ez az anyagi világ kettőségek világa. Tisztelet, gyalázat, siker, kudarc, boldogság, boldogtalanság. Ugye Daksa nagyon vágyott a tiszteletre. Annyira vágyott a tiszteletre, annyira ő gondolt, hogy ő akar lenni a középpontban, hogy amikor az Úr Siva nem állt fel, hogy tiszteletét ajánlja neki, akkor elkezdte gyalázni az Úr Sivát. Tehát, hogy annyira akart ezt a tiszteletet. És akkor most miben részesül Daksa éppen? Képzeljük egy kecske fejjel kimenni az utcára. Ez egy elég komoly gyalázat, tehát hogy elég komoly szégyen. Tehát ugye a tisztelet és a szégyen az együtt jár. Tehát, hogyha valaki akar tisztelve lenni, akkor ne lepődjen meg, hogy lesz gyalázva is. És hogyha valaki nem ragaszkodik a tisztelethez, akkor hogyha valaki nem szépen bánik vele, nem fogja zavarni. Hogyha nagyon ragaszkodik a tisztelethez, akkor másoknak a kellemetlen, durva szavai, ugye itt azt mondja a vers, hogy ksipta durukti, becsméreltem durva szavakkal. Tehát, hogy akkor nem fogja zavarni.
Ugyanígy, hogyha valaki nem ragaszkodik az anyagi boldogsághoz, az anyagi szenvedés nem fogja zavarni. Hogyha valaki nem ragaszkodik a sikerhez, akkor nem fogja zavarni a kudarc. Ez nem azt jelenti, hogy valaki nem törekszik a sikerre. Ugye mindannyian csinálunk valamit. Akkor most mindegy, hogy most az jó lesz, vagy nem lesz, ugye Amarucsi Prabhu most készíti a reggelit, akkor ő törekszik, hogy arra, hogy ez a reggeli jó legyen. Nem, hogy hát, majd lesz valami, mindegy, hogy jó lesz, vagy nem lesz jó, én nem ragaszkodok az eredményhez. De nekünk kell törekedni az eredményre, hogy a lehető legjobb legyen, de nem ragaszkodunk hozzá. Tehát, hogy ez a kettő az különbözik egymástól. Mi a különbség az eredményre való törekvés és az eredményhez való ragaszkodás között? Mit gondoltok? Az eredményt föl tudjuk ajánlani Krisztának. Igen? A cselekedetre jogunk, a cselekvésre jogunk van, az eredményre nincsen. Igen, ezt mondja Bhagavad Gita, hogy munkád, a kötelességed végrehajtásához jogod van, de tetteid gyümölcsére nem tarthatsz igényt. Ne gondold, hogy te vagy az oka a tetteid következményének, de sohasem vonzon kötelességed elhanyagolása. Ugye ez a Bhagavad Gita-ban ez a vers leírja a tettek művészetét, hogy milyen tudatállapotba kell cselekedni, hogy törekednünk kell, hogy a kötelességünkhöz jogunk van, kötelességünk végrehajtásához, de az eredmény nem a miénk, a legfelsőbb személyé. És nem is mi vagyunk az oka, ugye, mert egy csomó elrendezést a legfelsőbb személy tesz. És rajtunk keresztül nyilvánul meg. De amikor valaki ezt hallja, ne gondolja, hogy akkor nem kell cselekednie. Arjuna, amikor készült a kurukshetrai csatára, akkor ő azt mondta Krisnának, hogy nem akar harcolni. És akkor Krisna a 11. fejezetben megmutatta az univerzális formáját. És megmutatta azt Arjunának, hogy Arjuna, ez a csata, ez már le van játszva. Ez már megvan, hogy ezek a harcosok mind el fognak pusztulni, mert én elterveztem, elrendeztem ezt az egész csatát, és akkor mondja, te eszköz lehetsz a harcban. És mondta neki, hogy rajtad keresztül szeretném megcsinálni, hogy rajtad keresztül nyilvánuljon meg. Az eredmény az már megvolt, mert Krisna elrendezte, és Arjunának akarta adni az érdemet, és Arjunának akarta azt, hogy te legyél a kurukshetrai csata hőse, és akkor cselekedj a nevemben. És ugyanígy, amikor mi végezzük a mindennapi kötelességünket, akkor, hogyha a vágyunkat összehangoljuk Krisnával, akkor gyakorlatilag a siker az garantált. De ebbe a tudatba kell lennünk, hogy nem én vagyok a cselekvő. Én eszköz vagyok a legfelsőbb személy kezében, és törekszek az eredményre, de tudom, hogy nem én vagyok az oka az eredménynek. És amikor valaki ebbe a tudatállapotban van, akkor tud törekedni, és nem fog ragaszkodni, mert az eredmény nem mindig úgy jön, ahogy mi azt elterveztük. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, amikor erőfeszítést tesztek valamire, nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi azt elképzeltük. Ez azt hiszem már mindenkivel előfordult, velem is előfordult, és azt hiszem sok mindenki mással is. De ez azt jelenti, hogy nem szabad feladni a törekvést. Úgy én ezt szeretném, hogy elérni Krisna szolgálatában, és akkor teszek rá erőfeszítést, ami tőlem telik. Mert hogyha mi történik akkor, hogyha teszek erőfeszítést, és ragaszkodok az eredményhez? Vagy például az eredmény nem úgy jön, ahogy azt én elképzeltem. Frusztrált leszek, és még? Csalódott leszek. Lehet, hogy úgy gondolom, hogy akkor minek csináljam. És akkor abba hagyom. De a törekvés az azt jelenti, hogy oké, akkor próbálom megtenni az erőfeszítést, addig, amíg megnyilvánul az eredmény. Mert az azt jelenti, hogy ha nem nyilvánult meg az eredmény, akkor még nem volt elég erőfeszítés, meg kell több erőfeszítést tenni hozzá. És amikor valaki ebbe a tudatban van, hogy nem gondolja saját magának,
nem gondolja saját magát a cselekvőnek, ez az egyik vége. A másik vége, hogy hát ha nem én vagyok a cselekvő, akkor nem csinálok semmit. Ugye a kettő között, hogy megteszük, ami tőlünk telik, és bízunk a legfelsőbb személy kegyében. És akkor nagyon dinamikusan tudunk előre haladni a lelki gyakorlatainkba, az odadó szolgálatunkba, és még a mindennapi tevékenységeink terén is. Tehát, hogy ez a tudatállapot, hogy bízunk a legfelsőbb szemében, és akkor valaki felül tud emelkedni a kettősségeken. Mert amikor valaki nem magáért cselekszik, de hanem a legfelsőbb személyért, akkor a maga célja az nem a kötőerők között van, hanem a kötőerők fölött. És akkor az nem remeg meg. És akkor nagyon dinamikusan tudunk előre haladni. És akkor itt látjuk Daksát, hogy akkor most kihozzanodott. Nem került egy még nagyobb problémába, azért látjuk itt a Bhágavatam leírásából, hogy elég sok problémát tapasztalt, de ennél sokkal nagyobb probléma is lehetett volna, és akkor itt most bocsánatot kér az Úr Sivától, és megköszöni, hogy akkor megbüntette őt, ugye ez. Amikor valaki meg tudja köszönni a büntetést úgy, ahogy megköszöni az áldást, ugye amikor valami jól sikerül, és kellemes eredményt tapasztunk, akkor azt könnyen meg tudjuk köszönni Krisnának. Amikor valaki meg tudja köszönni a nehézségeket is, vagy a kellemetlenségeket, akkor a felszabadulás egy jogos öröksége lesz. Tehát, hogy ugyanúgy meg tudja köszönni a kellemest, mint a kellemetlent. Mert gyakorlatilag a kellemetlenre is szükségünk van ahhoz, hogy akkor kijavítsanak bennünket. És amikor valaki ezt fent tudja tartani, hogy meg tudja köszönni a kellemetlent is, akkor nem lesz lekötve, akkor felszabadul. Gyakorlatilag ez a Srimad Bhágavatam üzenete, de ez nem olyan könnyű. Nem olyan könnyű, mert ugye megszoktuk az elménk, mit mond, hogy a kellemest azt szeretem, a kellemetlent azt nem szeretem. De komolyabb eredményt valaki nem tud elérni akkor, hogyha nem hajlandó kellemetlenségeken átmenni. Ugye, hogyha mondjuk a konyhába csak akkor menne be a szakács, amikor épp jókedve van, amikor épp kellemes. Ugye nyáron is bemennek, amikor nagyon meleg van, vagy amikor, tehát, hogy amikor nehéz a helyzet. Tehát, hogyha a kellemetlenségeken nem vagyunk hajlandóak keresztül menni, akkor nagyon, nagyon sok csalódásban lesz részünk, mert igazi eredményeket nem lehet elérni anélkül, hogy valaki kellemetlenségeken ne menne át. Ugye, hogyha valaki egy család akar gyerekeket, ugye amikor a hölgy megszüli a gyereket, az egy csomó kellemetlenségen kell keresztül menni. Amikor megszülte, akkor lehet, hogy éjszaka sír, és fel kell hozzákelni. Egy csomó kellemetlenség van. És amikor valaki ezt nem hajlandó vállalni, akkor nem tud felnevelni egy gyermeket megfelelően. És ugyanúgy a neveltetés során is. Tehát, hogy bármit akar az ember, van ez a mondás, no pain, no gain, hogyha nincs valamennyi fájdalom, akkor nem lesz nyereség, vagy nem lesz eredmény. És gyakorlatilag ez a világnak a törvénye, hogyha akarunk valamit, akkor hajlandó kell lenni, átmenni nehézségeken. És amikor azt valaki tudja kezelni, és nem akad bele, ugye, mert a reklámok azok mindig csak arról szólnak, hogy legyél kényelmes, és minden jó lesz neked, és hogyha ezt megveszed, akkor minden tökéletes lesz. Igen, de a valóság az nem pont ez, hanem a kettőnek van egy keveredése. De ez a keveredés, ez legyen megfelelő mértékű. Szeretnék elmesélni egy történetet. Ugye, amikor valaki a múlt tettei következtében jó helyzetben van, akkor hajlamos büszkének lenni, mint ahogy Daksa is. Ugye ő belekerült egy Prajápatinak a helyzetébe, egy univerzumnak az ősnemzője volt, a legkiválóbb a Prajápatik között, tehát hogy az univerzumban egy nagyon magas rangot kapott a múlt tetteinek következtében. De mivel megsértette az Úr Sivát, akkor ezért ledegradálódott. És lehet valaki egy nagyon alacsony rendű helyzetben, vagy nagyon, nagyon rossz helyzetben, de hogyha elkezdi
követni a felemelkedésnek a folyamatát, elkezdi gyakorolni a jóságkötörét, elkezd fókuszálni azon, hogy hogyan teljesítse a legfelsőbb személy vágyait, akkor elkezd felemelkedni. Tehát, hogy mindegy, nem csak az számít, hogy valaki hol van, hanem hogy hova akar menni. Bhaktivinoda Thakur azt mondta, hogy egy szemét az alapján lehet megítélni, hogy kicsoda, hogy milyen céljai vannak. Mert hogyha valakinek vannak magasrendű céljai, lelki céljai, és amellett kitart, akkor előbb-utóbb el fogja érni, hogyha követ egy helyes folyamatot. Szeretnék elmesélni egy nagyon érdekes történetet, ami látszatra nem ellentmond ennek, de nagyon érdekesen rávilágít, hogy mennyire fontos a cél, mennyire fontos a fókusz. Ez több száz évvel ezelőtt játszódott. Volt egy fiatal lány, aki prostituáltak családjába született, ugye az anyja az prostituált volt, és gyakorlatilag arra volt kényszerítve, hogy ő is ezt a hivatást folytassa tovább. És ő Krisnának a baktája volt, de gyakorlatilag egy olyan helyzetben volt, hogy akkor nem tudott más csinálni, mert erre volt kényszerítve. És vele szemben az utca másik oldalán lakott egy brámana. És a brámana pedig egy tiszta családban született, és követte a vallásos elveket, de kicsit büszke volt a pozíciójára. És ez a prostituált, ő nagyon alázatos volt, mert hogy ilyen tetteket kellett végeznie, és mindig könyörgött a legfelsőbb személyhez, hogy mentse meg őt, és mindig imádkozott hozzá. De ugye múlt tettei következtében ebbe a helyzetbe volt, a brámana meg abba a helyzetbe. És amikor jöttek a kuncsaftok ehhez a prostituált hölgyhöz, akkor a brámana mindig kritizálta, hát akkor itt a feltűnnek a kellős közepén vagyunk, és akkor ezt csinálják, és akkor mindig rakott egy követ, amikor látott, hogy jött egy vendég, és akkor már úgy gyűltek a kövek, és akkor mindig kritizált ezt a prostituáltat. És a prostituáltnak mindig az volt a tudata, hogy kedves uram, menj ki engem ebből a helyzetből, nem akarok én ebbe a helyzetbe lenni. És amikor elhagyták a testüket, egyszerre hagyták el a testüket, a prostituálté jöttek a visnuduták, és a brámanáit meg jöttek a jamaduták. És akkor a brámana panaszkodott, hogy én egész életemben tiszta életet éltem, ez a prostituált pedig bűnös életet élt, engem miért visztek, miért a jamaduták jöttek, érte meg miért a visnuduták. És akkor a jamaduták elmagyarázták, tudod, te egész életedben az ő bűnein fókuszáltál, és az volt a tudatodban. És a hölgy pedig, ő a legfelsőbb személyen fókuszált, ha bár külsőleg nehéz helyzetben volt. És yamyam vápiszmaram bávam, tjazsintantéka lévaram. Tamtam évajti kantéja, szadátod báva bávita, hogy ki milyen létállapotra emlékszik halála pillanatában, azt éri el kétségtelenül. És mivel te az bűnein fókuszáltál, akkor ebbe az irányba mész. És mivel ő pedig azon fókuszált, hogy hogyan kapja meg Krisnának a kegyét, akkor ő abba az irányba megy. Tehát ugye ez nagyon fontos a mi számunkra, hogy mindenki van egy helyzetben, múlt tetteinek következtében. A kérdés, hogy hova akarunk menni, hogy mit akarunk elérni. És hogyha a célunk megfelelő, és teszünk érte egy megfelelő erőfeszítést, akkor Krisna mindenképpen fog segíteni nekünk, ahogy segítette ezt a hölgyet is, és ugye itt pedig Daksa kapott egy kijavítást. Ugye ő mind fókuszált, amikor kritizált az Úr Sívát. Sívának a látszólagos, vagy úgynevezett hibáin. Ugye, hogy akkor Síva ilyen, meg olyan, meg stb. Tehát, hogy nem mindegy, hogy valaki mind fókuszál, hogyha valaki szeretne bűnös visszahatásokat nagyon könnyen begyűjteni, azt úgy kell csinálni, hogy másoknak a hibáira kell fókuszálni, és akkor hibákat kell keresni a másokban.
és akkor nagyon könnyen össze tudja gyűjteni. És hogyha valaki akar jó tulajdonságokra szertenni, akkor másoknak a jó tulajdonságaira kell fókuszálnia. És hogyha valaki vissza akar menni a lelki világba, akkor pedig Krisnára kell fókuszálnia. Tehát amúgy annyira egyszerű, tehát hogy ez a lesüllyedés folyamata, a felemelkedés folyamata, így lehet eljutni a transzcendentális világba. És akkor itt Daksa megköszönte az Úr Sivától a Sivának a büntetését, mert megállította az ő lesüllyedését. Ugye amikor valakit megbüntetnek egy helyes módon, akkor megállítják a lesüllyedését. Akkor elgondolkozik, hogy ebbe az irányba kell mennem. És akkor itt Daksa akkor próbálja korrigálni az út irányát. És nekünk is, amikor tapasztalunk az életben valamilyen szenvedést, akkor tegyünk rá egy kis időt, és gondoljuk át, hogy oké, ez most miért van? Miért kerültem ebbe a helyzetbe? Mit kellene nekem másképp csinálnom ezután, hogy akkor ezt kijavítsam? És hogyha ez a tudatunk, akkor Krisna fog segíteni belülről, vagy kívülről, a baktákon keresztül, lelki gyakorlókon keresztül, hogy mi az, amit másképp kell csinálnom. És akkor meg lehet szüntetni gyakorlatilag ezeket a problémákat, mert a büntetés nem azért van, hogy kínozzon bennünket, hanem azért, hogy akkor felébredjünk. Ugye de anyagi világnak ez a természete, boldogság, szenvedés, siker, kudarc, tisztelet, gyalázat, hogyha valaki nem szereti ezt, akkor két dolgot tehet. Az egyik, hogy akkor visszamegy a lelki világba, kilép a kettőségek közül, és a második pedig, hogy akkor úgy él itt az anyagi világban, hogy nem saját magáért cselekszik, vagy nem saját magáért cselekszik, vagy legalább jámbor módon cselekszik, hogy akkor próbál nem csak magára gondolni, hogy másokra is gondolni, és akkor mások segítségére is lenni. Van egy nagyon érdekes vers, amit pár nappal ezelőtt olvastam a 10. énekben. Amikor Krisna megszületett, akkor Nanda Maharaj belekezdett egy tisztító szertartásba, és ott ez a vers leírja, hogy lehet megtisztítani a születést, hogy lehet megtisztítani a testet, hogy lehet megtisztítani a vagyont, hogy lehet megtisztítani az elmét, az intelligenciát, hogy lehet megtisztítani az önvalót. És amikor valaki tudatában van annak, hogy lehet tisztán élni ebben a világban, akkor a visszahatások nem fogják elérni. De amikor nem tudjuk ennek a folyamatát, akkor ezek folyamatosan be fognak szennyezni bennünket, és tisztátlanság azt jelenti, hogy szenvedés, az vonza a szenvedést. És azért fontos, ugye azért tanultunk a tisztaságról. Ugye miért van az, hogy amikor felkelünk utána egyből feltisztítjuk a padlót, miért van az, hogy amikor felkelünk utána elmegyünk lefürdeni, megtisztítjuk a testünket, megtisztítjuk a szobánkat, és utána akkor mantrázunk, hogy megtisztítjuk az elménket. Mert amikor minden tiszta, akkor nem lesz vonzva a tudatlanság kötőreje. Mert a tisztátlanság, ami vonza a tudatlanság kötőrét, akkor behozza a problémákat, a szenvedést. De amikor tiszta minden, tiszta a test, tiszta a környezet, tiszta az elme, és nincs tisztátlanság, akkor nem kell ezeket tapasztalni. Vagy amennyire tiszta, annyira nem kell tapasztalni, és amennyire szennyezett, annyira még ott lesznek ezek a dolgok. Jó, úgyhogy Daksa ebben a helyzetben van, tanuljunk Daksának a történetéből, ne menjen el azért ilyen messzire a dolog, hogyha tapasztaljuk a figyelmeztetéseket az anyagi energiától, akkor halljuk meg. Eszembe jut egy nagyon érdekes kifejezés Prabhupádtól. Kérdezte a tanítványait, hogy tudjátok, hogy mi a különbség közöttem és köztetek? Ezt mondta Govindarji Prabhu. Emlékeztek, hogy mi volt a válasz? Én komolyan veszem az anyagi energiát, míg ti nem. Ugye komolytalannak lenni az azt jelenti, hogy azt gondolom, hogy nincs következmény. Mi a valóság? A valóság az, hogy van. És hogyha valaki nem veszik komolyan, akkor bajba kerül. És amikor valaki tudatában van annak, hogy... Ezt én mondtam. Igen.
Szeretnék egy kijavítást tenni. Ezt nem a Rucsi Prabhu mondta. Azt mondja Marci, hogy holnap nem lesz mikrofon a leckén. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy vegyük komolyan az anyagi energiát, mert vannak következmények. Ugye itt... Azt üzente, nem van Rucsi Prabhu, nem lesz mikrofon, akkor nem lesz reggeli. Ezek a következmények. Itt láthatjuk, hogy minden tettnek van következménye. Ha Marci nem teszi ide a mikrofont, akkor nem lesz reggeli holnap. Tehát, hogy nagyon fontos, igen, tehát, hogy ez a különbség, hogy van következmény. És Prabhupád mondta, hogy akkor ő komolyan veszi az anyagi energiát, míg a tanítványi nem. És nekünk is komolyan kell venni az anyagi energiát, mert van következmény. Ugye most holnap este lesz a ajurvédáról szó, ugye kaffa, pitta és várta. Ezek is energiák, a legfelsőbb személynek az energiái, amik hatnak a testünkre. És figyelembe kell venni, mert hogyha nem vesszük figyelembe, mi lesz annak a következménye? Betegség. Akkor betegségek lesznek. És ha tetszik, ha nem, akkor az lesz. És amikor valaki felnőtt, akkor próbálja olvasni a jeleket, hogy mit jelez a teste, és akkor próbáljuk azt kiegyensúlyozni. Mert amikor ki van egyensúlyozva, amikor valaki egyensúlyban van, akkor egészséges, boldog minden szempontból. És amikor kibillenünk ebből az egyensúlyból, akkor elkezdenek megjelenni a problémák. És gyakorlatilag ez a mai versnek a mondani valója, hogy vegyük komolyan a figyelmeztetéseket, és amikor valaki intelligens, amikor van egy kis figyelmeztetés, akkor azt próbálja már figyelembe venni. Mert amikor kicsi a figyelmeztetés, akkor kicsi a fájdalom. Amikor azt nem veszük figyelembe, akkor egyre nagyobb lesz a figyelmeztetés, az azt jelenti, hogy egyre nagyobb lesz a fájdalom is. És amikor valaki intelligens, amikor okos, akkor ért a szóból, és akkor egyből próbál korrigálni, ahogy kell. És amikor valaki nem olyan intelligens, akkor lehet, hogy kell egy kecskefej, és amikor valaki nem annyira intelligens, akkor lehet, hogy egy másik testbe találja magát, ahol van egy kecskefej. És ez az anyagi természetnek a törvénye, hogy ha valaki nem emberhez méltóan él ebben az emberi testben, akkor el fogja veszíteni az emberi létformát, és következőleg akkor lesz egy olyan teste, amiben nem kell az emberi életre vonatkozó szabályozó elveket figyelembe venni, de az már nagyon fájdalmas lesz, és akkor a Simat Bhagavatam az azért van, hogy segítsen nekünk, hogy korrigálni az eltéréseket, és hogyha valaki követi a Simat Bhagavatam utasításait, nem hogy csak korrigálni tudja az eltéréseket, hanem meg tudja azt is tanulni, hogy hogyan kell belépni a raszának a birodalmába, a lelki boldogságnak, a lelki ízeknek a birodalmába, ahol egyáltalán nincs már szenvedés. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Van esetleg valakinek kérdése, hozzáfűzése, ellenvetése? Mondd. Az lenne a kérdésem, hogy erőfeszítést, az nem csak tettekkel, vagy cselekedetekkel tehetünk, akkor így a történet szerint, hanem már maga az, hogy mire gondolunk, vagy az is egy erőfeszítés. Uh-huh. Igen, tehát ugye az volt a kérdés, hogyha nem csak tettekkel tehetünk erőfeszítés, hanem gondolatokkal is. Természetesen háromféleképpen tudunk cselekedni, gondolatokkal, szavakkal és tettekkel. És a tettek ugye az a harmadik. De hogy valaki milyen tetteket tud csinálni, akkor azt előkészítik, hogy gondolatai és a szavai. És ezért nagyon fontos, hogy ezek összhangban legyenek. Amit csinálunk, akkor amit mondunk és ahogy gondolkodunk. Természetesen ugye, amikor valaki mondjuk akar, ugye maradjunk Náma Rucsi Prabhunál egy jó reggelit készíteni, akkor ő elkezd azon gondolkozni már, hogy akkor, hogy mi kell ahhoz, milyen összetevők kellenek, és hogy a bakták elégedettek legyenek, elkezd gondolkodni, és akkor elkezd arról beszélni, akkor mit kell ahhoz bevásárolni, és amikor ténylegesen csinálja, akkor próbálja azt, hogy akkor az a lehető legjobb legyen. Ugyanígy mi is, amikor csináljuk a szolgálatunkat,
akkor el kell először azon gondolkodni, oké, hogy ez hogy lesz a legjobb. Mi szükséges ahhoz, hogy ez a legjobb legyen. Ez a legjobb legyen, és akkor arról fogunk beszélni másokkal, hogy tudnál-e nekem segíteni, hogy mi kell ahhoz, hogy van-e valami ötleted, vagy fizikálisan segíteni, és utána azt csináljuk. Ugyanúgy, amikor akarunk dzsapázni jól, akkor kell arról gondolkodnunk, hogy oké, hogy lesz ez a dzsapázás jó minőségű, hogy nem fogok belealudni, hogy nem fog elkalandozni az elmém, hogyan lesz egy olyan jó fizikai körülmény, hogy akkor ez mind meglegyen. És akkor utána, amikor mondom a mantrákat, akkor próbálok odafigyelni. Tehát, hogy gondolatokkal, szavakkal és tettekkel. És amikor valaki még lehet, hogy egy nehéz helyzetben van, de ugye ez a hölgy, akkor elkezdett gondolatokkal cselekedni, hogy külsőleg egy nehéz helyzetben volt. De az nem akadályozta meg abban, hogy akkor ő mind meditáljon. És nagyon sokszor van ilyen példa a odaadás nektárjában. Rupa Goszvámi hoz egy példát, hogy volt egy brámana, aki nagyon szegény volt, de mégis akarta pompásan imádni az Istenség személyiségét. És azt csinálta, hogy az elméjében végezte az imádatot. Hogy elméjében elment mind a, nem tudom, 100 szent folyóhoz, és onnan vett vizet. Ugye elméjében ez gyorsabban tud történni, fizikálisan már kicsit lassabban tart. Elment a 100 folyóhoz, hozott vizet, és a legdrágább kellékekkel, a legfinomabb zöldségekkel és gyümölcsökkel imádta az Istenség személyiségét. És akkor írja az odaadás nektárja, hogy egyszer édesüst készített az elméjében a legfelsőbb személynek. És ugye édesüst akkor azt nem szokták melegen tálalni, mert amikor lehűl, akkor jobb. És akkor így megnézte az ujjával, hogy akkor elég a meditációjában. És annyira élő volt a meditációja, hogy amikor beledugta az ujját, akkor megégette az ujját. És akkor kibillent a meditációjából, mert olyan erős volt a meditációja, hogy akkor fizikálisan is megégett az ujja, hogy beletette abba a forró sweet rice-ba. És amikor ezt látta az Úr Nárajan, ugye őt imádta, akkor az Úr Nárajan Vajikuntán elmosolyodott. És akkor a Lakshmi Devi kérdezte tőle, hogy Uram, miért mosolyogsz? És akkor mesélt erről a baktáról, és akkor elküldte a szolgáit, hogy akkor hozzák vissza a lelki világba. Hogy ő annyira elmerült ebbe az imádatba, hogy akkor már szabad utat kapott a lelki világba. És fizikálisan nem csinált semmit. És ezért fontos nekünk, hogy amikor végezünk valamilyen szolgálatot, hogy ne csak fizikálisan csináljuk, hanem csináljuk az elménkkel is, hogy próbáljuk, hogy az a lehető legjobb legyen. És amikor így csináljuk, akkor fogjuk tapasztalni, hogy az teljesen más minőségű lesz. Amikor mi is végezzük a imádatot, a pudzsát az oltáron, Krisna végbe, Ráda Sáma Szundarnál, akkor a pudzsának van egy manasza pudzsa része, és egy báhya pudzsa. Manasza pudzsa az azt jelenti, hogy előtte mindent meg kell csinálni elmében. Hogy akkor elmében le kell játszani gyakorlatilag az imádatot, meditálni kell rajta, és utána kell kellékekkel végezni az imádatot. És ez azért van, hogy valaki ne csinálja úgy, hogy csak így üres. Mechanikusan, igen. Tehát, hogy ne csak hogy úgy csinálja, és közben teljesen máshol van a figyelme. Tehát, hogy ugyanígy, amikor így csináljuk a feladatunkat, hogy először átgondoljuk, megtervezzük, hogy a lehető legjobb legyen, és utána csináljuk fizikálisan is, akkor az nagyon hatékony lesz. És akkor ezért fontos, hogy nem mindegy, hogy hol van az elménk. Ez így válasz? Ott van, de más kérdés. Hogyha nincs, akkor köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, akkor holnap folytatjuk. Grantarács Simad Bhagavatam ki dzsé, Srila Prabhupád ki dzsé, Jaini Tagora Premanandé. Góra Bhakta Vrinda.